Sziasztok, elhoztalak most benneteket egy edzésemre, lábfelénk edzés, és napközben vagyok, inkább szoktam ilyenkor edzőtem a tanulmányi szabadságok vagyok. Ahhoz képest napközben van elég sokan vannak, és kicsit nagyobb hangzavar, remélem hallani valamit. Én most megmutatom egy teljesen klasszikus alsótestet átmozgató gyakorlatsoromat, amit Smith keretben fogok végezni, és gondoltam megmutatom nektek. Sisters, brothers, 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 s
sorozatból nyelvugoláshoz készülök. Ez most a végső kifárasztó nyakon, de tudom, fogok nyújtani, azt már nem tudom, mert nagyon kell sietnem. Azonban húzusom végig rendesen a kardió tartományban van, ezzel erősítem a szív- és érrendszert, illetve ezt az elmagos szörnyűnél hatékonyabb legyen a zsírmobilizáció is. Ma nem erőt fejlesztettem, ha erőt fejlesztettem volna, akkor sokkal nagyobb súlyokkal és kevesebb ismétlés számmal dolgoznék. Szoktam azt is, de szeretek minden héten betenni magas intenzitású, égető jellegű edzéseket, ezzel közelebb hozzám a személyiségemhez. Izzadok kellemesen, amúgy ezt akartam mondani, hogy az izzadásnak semmi köze a zsírégetéshez, az izzadásnak csak is kizárólag a hőháztartáshoz van köze, ugye a munkahatására megemelkedik a testhő, és ezt a hőt el kell valahogyan vezetni a szervezetnek, ez egyik, ennek egyik formája az izzadás, úgyhogy amikor izzadtok, nem zsírt könnyeztek ki, meg semmi ilyesmi, ennek semmi köze ahhoz, hogy mennyire hatékony az edzés, mindezt elhozom a köze, hogy megemelkedett a testhő, és valahogy hűteni kell magunkat. Társam sincsen, én jobb szeretnek egyedül edzeni, de ha benneteket húz és motivál, hogyha ketten vagytok, akkor mindenféleképpen edzitek együtt, mert az annyi motiváció lehet, csak ne menjen a munkarovására. Sziasztok, később még találkozunk! Hazaértem edzésre, napközben van, de még nincsen főtt kaja itthon, úgyhogy most a maradék csirkemellet eszek lencsével, meg fogom öntözni cukormentes ketchuppal. És egy kis prebiotikumnak eszek hozzá kovászos uborkát. De majd mindjárt megmutatom, miket vettem a boltban. Akkor most megmutatom gyorsan, miket vettem a boltban, mert vettem egyrészt ilyen színes salátát. Akciós volt, úgyhogy vettem ezt a magas hústartalmú pulykamelsonkát a Lidlibe. Vettem szívsalátát, ezt meg szoktam mosni, dobozba szoktam eltenni. Van itt baby spenót a Tesco-ból, turmixba és salátába, papír kéztörlő, van itt kiwi, cseri paradicsom, még több paradicsom, vettem egy mangót is, turmixba. Van itt még 3 darab füge, egy avokádó és uborka. Ezek mind olyanok, amiket nagyon sűrűn használok. Jobb lenne termelőtől venni közvetlenül,
de sajnos most erre nem volt lehetőség. Most, hogy hazértem edzésből, láttátok, sima lencsét ettem meg csirke mellett, kovászos uborkával. Ez főként ilyen funkcionális étkezés volt, amikor pontosan tudom, hogy edzés után ennem kell napközben főleg fehérjét, jó szénhidrátokat, meg rostokat, és nem volt hirtelen mihez nyúlni, mármint hogy lett volna más is, de úgy döntöttem, most ez jó lesz. A lencse tele van, azon kívül tele van jóféle szénhidrátokkal, magas a növényi fehérje tartalma, és a csirkemellben ugye sok a fehérje, illetve az extra rost és probiotikum bevitelről a kovászos uborka gondoskodott. Úgyhogy amikor edzés után vagytok, igyekezzetek ti is így funkcionálisan gondolkodni az étkezés vonatkozásában, mert edzés után fehérjére és fehérjére mindenféleképpen szükség van, illetve szénhidrátra annak függvényében, hogy épp milyen étrenden vagy, tömegnövelő, szálkásító vagy súlytartó diétán vagy étrenden. Ugye a diéta az étrendet is jelent. Napközben nyugodtan mehet akár diéta alatt is a szénhidrát, ugyanis arra szükség van az energiaszint biztosításához. Este mondjuk, hogyha a diétázol, tehát hogyha a súlycsökkentés a cél, akkor valamilyen fehérjeforrás, csirke, hal, tojásfehérje formájában. Ott azért érdemes mérsékelten odafigyelni a növényi fehérjeforrások bevitelére úgy, mint hüvelyesek, amik amúgy nagyon jó fehérje és szénhidrát források, de súlycsökkentő diétánál nem biztos, hogy beleférnek este, de igen, akkor inkább a zöldleveles saláták, illetve retek, uborka, paprika, paradicsom és ilyesmiket tudok javasolni. Teremben akartam ezt elmondani, de elég nagy volt a hangzavar, meg nem is akartam ott nagyon feltűnősködni. Nagyon sokat övedzős videót csinálnék nektek, csak ugye azért nehéz odafigyelni arra, hogy ne zavarjak másokat edzés közben, ne legyen úgy van a kamera, viszont ott vannak olyan gépek, eszközök, amikkel hatékonyan tudok megmutatni egy-egy edzőtermi edzést. Szóval miért pont a Smith keretes gyakorlataimat mutattam meg nektek, ugye ez egy elég vitatott téma, hogy most kezdőknek ajánlott a Smith keret, vagy nem ajánlott, mert egyrészt, hogyha valaki nem tud szabad súllyal, vagy illetve saját testsúlya, hogyha egyel visszamegyünk googolni, akkor a Smith keret kötött pályája az olyan mértékben leveszi a terhet a törzsizomzatról, hogy nem fejlődik ki a megfelelő izomtudat, és nem fogja gyakorlatilag megtanulni az ember lánya magát a guggolás helyes kivitelezését. Viszont pont amiatt, mert vezetett a pálya, sokkal nagyobb biztonságérzetet ad, ugye nem kell foglalkozni azzal, hogy koordinálva legyen a mozgás, stabilizálva legyen a törzs, nagyon sok terhet levesz róla, úgyhogy ez ilyen kétes kérdés, hogy most ez jó a kezdőknek, vagy nem jó kezdőknek. Szerintem egy olyan edzéstervben nagyon jól beilleszthető, ahol valaki rendszeresen jár edzeni, és emellett gyakorolja a saját testsúlyos, illetve a szabad súlyos guggolást is. Úgyhogy én szeretem a Smith keretet, mert nagyon sokszor van az, hogy annyira sokan vannak a teremben, hogy egy gépen szeretném letudni az összes gyakorlatot, és ilyenkor ez nagyon praktikus tud lenni. Ugye, ami miatt még jó a Smith keret, az, hogy például sokkal jobban izolálható az, hogy például a combfeszítő elől mekkora terhelést kapjon, mert hogyha kijebb állsz és kicsit szélesebb is a terpesz, akkor annál jobban dolgoznak a combfeszítők. Míg hogyha a rúd alatt vagy a rúdhoz közelebb állsz, akkor a farizom, illetve a combhajlító kapnak nagyobb terhelést. Az, hogy milyen mélyre kell lemenni guggolásnál, az is két iskola létezik, az egyik a fitness guggolás szerint 90 fokos szögbe elég, mert ugye a mély guggolás az egy külön tananyag, erőemelők erről órákig tudnak beszélni, hogy mi a helyes mély guggolás, én nem vagyok szakértője a témának, én egy kicsit a mély guggolásba bele szoktam menni, tehát 90 foknál lejjebb, mert 90 fokban feszülnek legjobban a térdszalagok, és az nem túl preventív. Felállásnál meg nem szabad kiakasztani a térdet, ez megint csak a térdizületek védelme miatt. Az izületek védelmére nagyon-nagyon fontos a megfelelő bemelegítés és végén a nyújtás. Ugye ez hengerezést jelent egyrészt, másrészt jelent mindenféle mobilizációs gyakorlatokat, illetve statikus nyújtó gyakorlatokat is. Nagyon jól lehet játszani még a Smith keretben a terpesz szélességével, illetve a lábfej helyzetével, hogy a lábfejed mennyire áll kifelé, mert minél szélesebb a terpesz és minél jobban kifelé fordulnak a lábfejed, annál nagyobb terhelést kapnak a lányoknak is oly
kényes terület a belső combizmok, úgy, illetve a farizmok, míg hogyha jobban össze vannak zárva a lábaid, akkor főként a combfeszítő viszi el a terhelés nagy részét. De úgyhogy ezzel nagyon jól lehet játszani, hogy szűkebben vagy szélesebben guggoltok rajta, illetve én mindig szoktam variálgatni, hogy mélyguggolások, pulzáló guggolások, akkor ezeket mindenféle három kis guggolás, egy felállás, illetve ahogy láttátok, volt sima kitörés, volt hátsó kitörés keresztezéssel, illetve lábfelhúzással. Ott arra kell figyelni, hogy a csípő feszesen maradjon, tehát nem billegünk meg hintázunk jobbra-balra, hanem azért húzom fel a lábam, hogy kicsit bekapcsoljam a hasizmokat is a gyakorlatban, tör stabilizáló izomzatot, illetve ami még nagyon fontos a Smith keretben is, illetve bármilyen gyakorlatnál, hogy feszes a hasfal. Tartjuk feszesen a törzsizmokat, mert az a kulcsa, az alfája és az omegája mindennek, hogy mennyire stabil a törzs, mennyire stabilak ezek a stabilizáló izmok. Úgyhogy én is a szabadsúlyos guggolás híve vagyok, illetve a saját testsúlyos guggolásokat is imádom. A saját testsúlyos edzéseimben nagy részét ezek a mindenféle guggolás variációk teszik ki. Ami itt még fontos lehet, hogy például, hogyha valakinek kötöttebb a vádlia, illetve nem annyira hajlékony a csípője, tehát csípő mobilitási problémái vannak, annak is nagyon jó rávezető gyakorlat lehet a Smith keret, de tényleg nem csak ezzel szabad guggolni, ezt bele kell építeni, egy hatékony edzéstervbe ez beleépíthető, de nem erre szabad, hogy alapuljon, tehát nem szabad, hogy valaki Smith keretben tanuljon meg guggolni, mert úgy nem rögzül a helyes mozdulat. Leve a törzs helyzete is teljesen más, amikor szabad súlya guggolsz, ott a törzs jobban előre van dőlve az egyensúlyozás miatt, Smith keretben gyakorlatilag teljesen függőleges. Amúgy ez nem csak ide tartozik, de minden guggolásnál, hogyha például valakinek elemelkedik a sarka, az nagyban, hát az attól van, mert kötöttek a vádli izomzatai, illetve ilyenkor érdemes egy pici tárcsát a sarok alá tenni, de ez csak tüneti kezelés, nagyon-nagyon sokat kell nyújtani, akár pihenőnapon is, illetve hengerezni, igen. Futóknak úgy szintén, ez tipikus futó probléma is, hogy berövidülnek az egyes izmok. Amire figyeljetek a gyakorlatnál, a keretet úgy állítjuk be, hogy válmagasságban legyen a rúd, és a rudat nem a nyakba tesszük a nyaki csigolyákra, hanem a trapéz felső részére, a háf felső részére. Ezt érezni kell, hogy mennyire kényelmes, illetve a vállomban a könyök, illetve a csukló egyenesen a rúd alatt van. Nincs, figyeljetek rá, hogy a csukló ne törjön be. Az, hogy milyen széles az a vállizület mobilitásától is függ, itt annyira nincs nagy jelentősége, de egy körülbelül 45-95 fokos szögtől bármeddig lehet, én is mindenhogy szoktam variálgatni. Nagyon fontos, hogy a hát, a gerinc egyenes, illetve a hasizom feszes. Amikor indulsz lefelé a gyakorlatban, mély levegőt veszel, illetve felállásnál kifújod a levegőt, a helyes légzési technika legalább olyan fontos része az edzéseknek, mint maga a gyakorlat kivitelezése, ezzel nagyon pontosan lehet erőt is koncentrálni. Ennyi lett volna most ez a videó, remélem tetszett, remélem tudtam hasznos ötleteket, illetve tippeket mondani nektek. Ha tetszett a videó, lájkoljátok, iratkozzatok fel, ha még nem tettétek, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!